Na, sziasztok! Ebbe a kis gépezetbe fogok megint főzni, most leves fogok benne csinálni. Vettem friss kacsa, pecsenye kacsa mellfilét, leves fogok bele készíteni. Na, várjál! Szépen! Ezt fölteszem, én úgy teszem föl, mint a húsleves csinálni, tudod, hogy megfutom a zöldséget, el van magának ez a történetét. Én a bőrése veszem, fogom levenni. Most egyelőre csak így beletesszük. Na mit szólsz? Te se tudsz hozzászólni, igaz? Na. Akkor most én tettem bele vizet, és akkor belehelyezem ezt a kis edényt. Mindjárt mutatom, jó? Ne stresszeljél. Stresszeljél, beszélni, mert nem tudsz. Aj. És speciálisan nyomunk neki egy ilyen, és akkor most már is indult. Jó, 45 perc. Na, vettem répát, 3 darab sárga répát vettem, egy kis zeller, egy kis karanábé, ennyi kis zöldséget vettem, na jó, ez elég, ez nem is olyan drágaság, ez a mix, leves mix 1200 forint. Vettem 3 répát, egy ilyen, így is ez is 700 forint volt, de olcsóbbnak tűnt. És akkor most csak ennyire ez van. Lesz egy kis burgonyolat, lesz egy kis benne, ez, amaz, nem ez. Na, te amikor nézed ezt a videót, akkor majd mondd, írd le nekem, hogy te éppen mit főztél, vagy főzöl. Szépen. Ja, várjátok már, elfelejtettem mutatni nektek valamit. Nem, arra külön videót fogok csinálni. Igen, arra külön videót, mert különböző, képzeljétek el, hogy beszéltek róla itt is. Képzeljétek el, hogy a Facebookon csináltak egy ilyen csoportot, hogy a maradék ételt, most nem jut eszembe a neve, de be fogom vágni, vagy ki fogom rakni egy külön videóba. Arról szól, hogy a háztartásban a családoknál megmaradt ételt ne dobják ki, hanem írja ki Facebookba ebbe a csoportba, hogy mit tudom én, a 9. kerületben XY utcában gyere érte, van neki zöld babom. Zöldbe a főzeli, bocsánat. És akkor nem dobja ki, hanem akkor eljön érte az illető, akinek szüksége van rá, így ételt cserélnek egymással. Szerintem ez tök jó dolog. Szerintem ez a mai helyzetben miért lenne jó? Érted, nem? Nyilatkozz már faszod, de ott egész nap unatkozol. Na most mondd meg! Nézzük meg. Jó lesz. Na, jó, majd gyertek velem. Vizé húzni ágyneműt. Na, nem tudom, miért nem jössz ide segíteni, te is. Mutatom. Ágynemű húzás van, mert lukam tököm beizzadt, érted? Meg kell ízni, érted? De éjszaka beizzadt, hát most már 2 hét után, nem tudom, ki hány nap után cserélte. Nyáron azért 1 hét alatt, de így, amikor már jön a rosszabb idő, 2 hétig rajta van ugyanaz az ágynemű. Nem tudom, mi a jó, én 2 hét. Hát mosószer is drága. Na. Na, mondd meg, hogy bírsz-e a faszával vele, na. Ágyneműt húzott meg minden. Betetted a friss ágyneműbe a seggedet. Ő az első. Szép vagy. Na. Most elegessünk ki, írd meg kommentbe, hogy jó ez, hogy kicsit bevonlak az életembe, hogy nem csak főzőcskézek. Olyan vagyok, hogy egy jó háziasszony. Jó, látszik az asszonynak, jó. Na. Nem? Hát. Itt az előző ágynemű, ki kell teregetni, ennyi, muszáj mosogatni, kutyázni, mindent, ez, jó, rosszabb vagyok, mint egy nő. Na, várjál. Kiteregetünk most. Kedves háziasszonyok, segítsetek nekem. Olyan problémám van, a csempét vízközteníteni kéne, nincsen jó megoldásom, mindig látom rajta a vízcseppeket. Ha van háziasszony, aki engem itt néz, hát kommentbe írja le nekem, milyen praktikával mossa le, hogyan mossa le. Segítsetek, légy szíves, mert nem bírom elviselni, de viszont mindig ott marad. Csak valaki írja már nekem. Nézd meg, hogy milyen jó ezek szerkezet? Szemeddel? Hopsz. Na, belerakjuk az zöldségeket. Répa, kis emelma. Mert a burgonyát még nem rakom bele, később rakom bele. Répa. Vettem volna fehér répát, de annyira fás volt a spárba, hogy nem érdemes venni a fás, tudjátok. Most kivágod, elfarag, cselál, már nincs is répád. Most tegyem be az én saját répámat, hogy néz ki ez? Bocs. Jó van, szóljatok rám, hogy sok vagyok. Na.
Látok, szerettem a szélhamátételt, mert minden. Én levesbe szeretem, nagyon szeretem benne a tésztát. És én most ilyen talán, nem tudom kivilágít, most ez jó, igen, így látjátok, igen. Ezt fogom megfőzni. Én úgy szoktam csinálni minden ilyen tésztás vizet, hogy szépen felrakom ételízesítővel a vizet. Aldiba, nem a Lidlibe volt, bocsánat, Lidlibe volt ez az ételízesítő, nagyon finom. Nagyon finom ez az ételízesítő. Akkor csak így, én így rakom fel a ilyen tésztás vizet, vagy valamit. Jó? Kóstolj meg, próbáld meg így te is. Visszafestem a hajamat feketére. Majd egy külön videóban csinálják erre videót, vagy vagy? Hát mindegy. Így. Na, most jó felmosat. Alszik a gyerek, mutatom. Alszik a gyerek. Ott a gyerek, jó. Alka, gyerekem alszik. Fazám. Birtok-e vele? Na. Közben leültem kicsit. Már fürdőt is ki akarom takarítani, de úgy akarom kitakarítani, hogy már megmostam a hajamat, nem vizesített közös semmit. Úgyhogy először ki lefestem a hajamat. Még ide készítettem magamnak a levesből, kicsit csaltam, ne haragudj már rám. Csortam egy kis ízlét. Úgy szerettem menni, amikor már jó íze van, tudod, ilyen jó kis alaplét iszol, tudod. Nagyon, nagyon szeretem. Köntöm a hajamat. Jó, van, nézd már el, hogy hogy nézek ki. Nem, mondom, én nem is akarok mindig felöltözni, kiöltözni minden egyes videóhoz. Szerintem az nem őszinte. Lehet is én vagyok, aztán csókolom, nem? Na, azt megiszom a kis teámat. Az egyébként kezeljétek el, mielőtt még tálalnám a levest, hogy történt az elmúlt napok olyan dolog velem. Nagyon sokat adok, hogy beszéljek róla, csak nem szeretném, ha lájkvadász tűnjek, vagy valami ilyesminek. Viszont nagyon jó lenne, tudnék róla beszélni, és ha valaki volt ember, és tudna rajta segíteni így tanácsilag. Sok még agyalok rajta, de hosszú történet, és kicsit megrázó. Igyekszem nem kifele mutatni a problémákat, mert tehát ott senkire nem tartozik, meg nem is akarom sajnáltatni magam, de ebben a témában lehet, hogy kik fogom kérni a segítségeteket, hogy te hogyan kezelnéd, és hogyan dolgoznád föl azt, amit én a napokban megtudtam. Na, majd jövök mindjárt vissza. Közben elkezdtem már a tálalást. Petrezselyemmel végig szórjuk így. Még nincs rajta a lé, az alaplé. Szépen mindjárt mutatom. Na, közben elkészült a kis levesem. Mit szóltok hozzá? Na, elkészült a kis levesünk, megkóstoljuk. Hú, nagyon finom. Na, most nem tudok enni belőle, mert még meleg, de azt nem akarom, hogy megvárjátok. Nézd, hogy tűfestőköst lettem. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, egy megosztást, azt nagyon szépen megköszönöm, az semmiben nem kerül. További szép napot, jó hétvégét nektek, jönnek a videók sorban, most már megint. Csak mondom, van egy téma, ami nagyon-nagyon-nagyon megterhet lelkileg, és nem tudom, hogy beszélek róla, de írjátok meg, ha kíváncsiak vagytok rá, további szép napot!